No hát ez egy durvázott felület, mondjuk ez még a legeslegelső munkák közül van, azóta már sokkal jobb a helyzet. Itt ez arra is jó volt, hogy itt kísérleteztünk még, hogy milyen arányba keverjük a agyagot meg a homokot. Tehát itt ez eléggé repedezett lett, de hát ez mondjuk egy másfél éve áll így körülbelül. De hát erre most már jön rá a simító, tudom, hogy kicsit vastagabban fogom fölkenni, és akkor majd az elegyengeti. Ez már egy viszonylag új durvázott rész. Már amennyi látszik belőle, hát itt már valószínűleg nem sok. Itt is a folyosón látszik némi kis durvázás. Ez is elég régi, de ez már lényegesen jobb keverék volt. Itt már sikerült eltalálni, hogy nagyjából hogy legyen. És akkor most átmegyünk azokba a helyiségekbe, ami gyakorlatilag most már szinte meszelés előtt van. Ez már egy simítózott szoba, simítózott felület. Itt is valami kicsit repedezettebb lett, mint ahogy számítottam, vagy szerettem volna, de úgy vettem észre, hogy ez függ attól is, hogy kint milyen meleg van, mennyire volt belocsolva, mennyire volt vizes. Az, amit fölkentem, az semmiképpen nem jó, ha gyorsan szárad. Itt az egész az úgy készült egyébként, hogy fölkenés után, ahogy egy-egy résznek végére értem, utána vizes meszelővel hát simogattam az egészet. Na ez egy olyan felület, ami viszonylag szép lett. Mondjuk itt ez viszonylag könnyű is volt, mert ez a kémény. Hát a sarkok azok még fognak alakulni, pláne hogyha ide bekerül majd a kályha, azt beépítjük. Úgyhogy itt azért még lesz egy kis változás. Úgyhogy itt lehet látni egy szép sima. Ezeket az apró repedéseket most már csak ilyen döglesztett meszes keverékkel fogom kikenni. Az a meszelésnek is egy jó alapozás lesz, és aztán ment rá a meszelés.